Haydn üsdob szimfóniájának első taktusai csendülnek fel a Zeneművészeti Intézet novemberi projekthetének hangversenyén. A közönség soraiban főleg középiskolások ülnek, de erre a koncertre már egészen kicsik is eljöttek. Az egyetemi zenekart Drahos Béla professzor, fuvola művész vezényli, az előadott művekről pedig az előző alkalomhoz hasonlóan ismét Gönczi László zenetörténész, intézetünk oktatója tart ismertetőt. A hangverseny a Zeneművészeti Intézet hallgatóinak egyhetes projektje keretében valósult meg. Drahos tanár úr azt mondja, örömmel vállalta a projekt vezetését. Nagy öröm volt számomra, hogy az intézet ezzel most megbízott, ezzel a szép hangversennyel. Azért volt nagyon fontos, mert mindig, amikor a hallgatóinknak mondom, hogy nagyon fontos a virtuózitás, nagyon fontos az, hogy egy darabbal elkészüljenek, de amikor együtt muzsikálunk, az a legfontosabb, és a legfantasztikusabb. Elég csak két hangot, hogy összefújjunk tulajdonképpen, miről is kezdünk mi, hát egyrészt beszélni és játszani arról, hogy a kapcsolatok milyen fontosak egymás számára, hogy a másikat azonnal értsem, azonnal az ő reakcióját én magam is jól tudjam közvetíteni, aztán egy harmadik, negyedik személy felé. És az ő játékukban is nagyon fontos, hogy egymásra figyeljenek, egymást megérezzék, egymás tempóját, egymás hangmagasságát, egymás intonációt, színben, mindenben. És én úgy gondolom, hogy nagyokat léptünk ezen a héten is előre. A zenekarban oboán játszott Viskus Kinga. Azt mondja, sokat tanult a projektéten. Én nagyon élveztem ezt a hetet, Drahos tanárúrral dolgoztunk együtt. Nagyon tetszett nekem ezen a héten, hogy a tanárúr nagyon sok képi illusztrációval támasztotta alá a mondandóját, és ezáltal bizonyos részeket nagyon jól át tudtunk élni, például, hogy nem egy nagy testű öreg asszony megy a kúthoz a teljes kannáka, hanem szépen szökkenő menyecske táncol a színpadon. És hát ugye ezáltal sokkal könnyebb elképzelni a darabot is. Nagyon sok instrukciót kaphattunk tőle, ami segített a darab egyes részeit kitisztítani, és ez nekem nagyon sokat jelentett ezen a héten, és ez nagyon tetszett. A hangversenyen előadott második darab Mozart D-dur fuvola versenye volt, így a közönség Drahos tanár úr előadását is élvezhette. A Zeneművészeti Intézet következő projektelőadása december 11-én lesz. Ekkor az egyetemi zenekar és kórus Mozart requiemjét adja elő, opera szakos hallgatóink pedig a Carmennel és Sanzonokkal készülnek.